Érettségi előtt álló és utolsó évüket teljesítő diákokat csütörtökön induló 16. nemzetközi oktatási kiállításon a budapesti Szima rendezvényközpontban. Az ország összes pontjáról érkeztek az érdeklődők. Voltak, akik céltudatosan kerestek meg a preferált szakot oktató intézményeket, ahol tanulnának, de voltak olyanok is, akik még nem döntötték el, milyen irányba folytatnák tovább tanulásukat. Informatikával szeretnék foglalkozni, hát mérnök informatikusnak szeretnék majd menni, ha összejön. Hát én képi ábrázolásra szeretnék menni, vagy esetleg elektronikus ábrázolásra, valami ilyesmiféle szeretnék. Esetleg fotográfia, vagy filmművészet, vagy valami ilyesmi, de még nem tudom. Gépészmérnöki szak, villamosmérnöki nem volt, úgyhogy ez a másik lehetőség. A januártól egyetemként működő intézmény az idei évben is képviselteti magát az oktatási kiállításon. A Dunaújvárosi Egyetem az eddigi évekhez képest nagyobb területen mutatja be képzési kínálatát két duális partnerével, a MÁV-val és a Hankókkal. De ezek mellett az egyetem új kutatási területe is megjelenik a kiállításon, az elektromobilitás. Szerencsére a teljes paletta iránt érdeklődtek, minden egyes szakunk iránt nagy kereslet volt, de azért túlnyomó rész természetesen a anyagmérnök, gépészmérnök, műszaki menedzser, az informatikus képzések iránt voltak nagyobb érdeklődéssel. Az Alkalmazott Tudományok Egyeteme új intézményforma a magyar felsőoktatásban. Ezt a címet a főiskolák a korábban nyújtott teljesítményük alapján kapták meg, amely cím elismerése a szakterületeken nyújtott kiemelkedő eredményeknek. Azt gondolom, hogy az Alkalmazott Tudományok Egyeteme az egy újdonság, mindenki szokja és tanulja a fogalmat. Ez egy nagy lehetőség arra, hogy azok az intézmények, akik kiváló gyakorlatorientált képzéseket mutattak az elmúlt években végig, azok az intézmények, azok elnyerjék a jutalmukat, elnyerjék a megtiszteltetésüket, és a felsőoktatási jelentkezők tudják róluk, hogy ők ugyan mondjuk egy tudományegyetemhez képest nem nyújtanak akkora választékot, de azokon a területeken, amin képzést nyújtanak, azon bizony nagyon gyakorlatorientált, hasznos és magas minőségű képzéseket biztosítanak. A főosztályvezető felhívta a figyelmet a február 15-i felvételi jelentkezési határidőre. Az oktatási hivatal ösztönöz mindenkit az ügyfélkapu használatára, amivel hitelesíteni tudják a jelentkezésüket, de hozzátette, ha valaki módosít az eddigi hitelesített űrlapján, annak az újrahitelesítés szükséges, amivel véglegesítik jelentkezését.